Visszatért a régi gyógyszerfelírási rend. Szeptembertől újra ki lehet váltani egyszerre 3 havi mennyiséget a krónikus betegeknek, ha a felírt gyógyszerára nem éri el az 50 ezer forintot. Tavaly márciusban azzal az indokkal, hogy túl nagy a gyógyszerpazarlás, bevezették az egyhavi rendelést. Felírhatott ugyan 3 havi adagot az orvos, csak a beteg nem válthatta ki egyszerre, a recepten ugyanis fel kellett tüntetni, mikortól juthat hozzá a páciens. Nyilván olyan esetben élhet ezzel az orvos, hogyha a beteg megfelelőképpen be van állítva, és szükséges több időre a gyógyszerellátása, nyilván abban az esetben, hogyha nem tudja fölkeresni a kezelő orvosát valami egyéb körülmény miatt. A törvény megfogalmazza, hogy a 3 havi gyógyszerfelírás milyen konkrét esetekhez van kötve. Nem szükséges 3 hónapig orvosi ellenőrzés. Ez az egyik nagyon lényeges elem. A másik az, hogyha a gyógyszerrel egyensúlyban van, és szükséges is a 3 hónapi kezelés, a 3 havi kezelés, ez is egy nagyon fontos elem, és mindenképpen az a lényeges, hogy ellenőrzésre közben nincsen szükség. A doktor úr arra is felhívta a figyelmet, hogy az új rendelettel más változások is érvénybe léptek. Fontos, hogy a betegek ne hagyják el receptjeiket, mert abból később kellemetlenség származhat. Ez a rendelet az orvosnak egy fokozott dokumentációs kötelezettséget ír elő. Ez azt jelenti, hogy az orvosi dokumentációban rögzítenie kell azt a tényt, hogyha 3 hónapra ellát a betegét gyógyszerrel. Na most amennyiben a beteg elveszti a receptet, vagy megsemmisül a recept, akkor ez problémát jelenthet, hogyha megy az orvoshoz, mert nála viszont nyilván van tartva, hogy most 90 napig el van látva gyógyszerrel, tehát ebből probléma származhat. Októbertől lehetőség lesz arra is, hogy a beteg külföldön váltsa ki gyógyszerét. Ezt a vények kölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelv hazai szabályozása teszi majd lehetővé. Az orvosoknak lehetősége lesz arra is, hogy a kiváltás országában ismert nyelven állítsák ki a receptet.